Tordján, Pubi! Most jobb, nem, most csönd van. Csönd van. De kicsit nem lett volna szerencsénk, most ő az államelnök. De jó, hogy nem fogyott be a Duna. És akkor ilyet, hogy nem lehet egy ilyet félretenni, nem. A pacarra kell bízni. És hát, hogy ahogy szokás, nem a szóvivő tájékoztatta a népet, hanem kis feleség, jó nevű vidéki. Nagyon. Ótvar. Én egyszer láttam. Na nem, nem színházban, ne csinálj. Ne sértsék meg. Parlamentben láttam, mondom. Nézd már. Bejött a büfésnő. Na szóval ő mondta, hogy a Józsi már nem fosik. Hát demokráciában ez úgy megy, hogy tájékoztatják a lakosságot. Hát emlékezz vissza, amikor a Brezsnyev meg már egy hete jégen volt, érted? Az ablakon kitették a kezét, hogy még él. Tájékoztatni kell az embereket. És akkor a kórházban meglátogatta a Pubit a két törpe. De a Horn Gyula miért ment? Megírta Gyula apostol első levelét az egyháznak. Azért is egy érdekes mi, mindenki megsértődik, és azt senki nem ejti ki a száján, hogy most akkor igaz vagy nem igaz. Arról nincsen szó. Azt mondtam múltkor egy lelkész úr, helytelen, hogy a családok hajtják a pénzt, és nem tudnak vacsorázni gyertyafény mellett, hanem csak a pénzt hajtják. Igen, lelkész úr, igen. A GDP akármekkora, ez a sok szerencsétlen ember hajtja a pénzt, mert különben éhen döglik. Nem tud semmit sem megvenni. A nyugdíjasok, tudom, rengeteget emeltek, de a csirkenyakra meg a csirkefejre se. Na most ilyeneket nem szabad bántani, hogy miért nem, miért a pénz után megy, mert rá van kényszerítve. Magának könnyű, hazamegy, ott a persej. Hát ez ilyen egyszerű. Nem kell bántani, van elég bajok szegényeknek, ez irgalmat. És akkor elmentek meglátogatni, a Gyula vitt madártejet. Beveszed? Én csak azt nem értettem, amikor a Viktor ment, de a miniszterelnök úr azért álljunk meg. Jó, nem repülővel ment, de ment. És erre képzeld el, odaér, hútvölgyi nővérkék töki gépisztolyba. Itt van a miniszterelnök. Igen? Hányszor várakoztatott engem a parlament folyosóján? Pedig én tettem a fejére a koronát, és én is veszem le onnan a posztkommunista, kommunista poszt. Alszom. Szépen jött a miniszterelnök, a Pubi meg lement Viktorka a kórterembe, nagy nehezen fölmászott az ágyra, és ez a lába. És ezt is. És akkor álmában a Pubinak megjelent a hófehérke,
meg a herceg. És a hercegnek lecsúszott a gatyája. És Hófehérke ekkor ismerte meg a 8. törpét. Szóval, csodálkozom.